Sziasztok! Sziasztok! Temus csomagom érkezett. Itt a csomag. Ezekben ebben leginkább nekem vannak ruhaneműk és felsők. Na, múltkorában mondtam már nektek, hogy olyan ócskák már némelyik pólom, hogy már rostellen felvenni, úgyhogy le fogom selejtezni őket, és úgy gondoltam, hogy beújítok egy-két darabbal, illetve az edzéshez is jó lenne, hogyha lenne pólum. Ez is egy újonnan vásárolt darab egyébként, ezt a Sinsay-ről vettem. De most mutatom is akkor ezeket, nem találom itt az ollót, de mindjárt kinyitom. Mutatom is, hogy milyen pólókat rendeltem, meg úgy miket úgy általában. Na, hát van benne egy ilyen doboz, ami nem ekkora volt a képen, csak szólok, de ha az én hibám, akkor azt is ki fogom ide írni, de én úgy emlékszem, hogy ebben spagettit tároltak itt a képen. Ebben nem fog elférni a spagetti, már most megmondom. Jó. Aha, Krisztiánnak rendeltem egy sapócát. Ezt választotta. Ez egy ilyen fekete és egy ilyen piros pók van rajta. Szerintem ennek jó lesz a mérete, igen. Ennek jó a mérete, mert a múltkorában, amit rendeltem, ezt a kontrollerest, hát az nagy, tehát ez nagy. Rendeltem egy ilyen toll filctoll szettet. Ezt úgy mutatta a képem, hogy lehet így mondjuk egy porcelán bögrére vagy valamire ráírni, és akkor gondolom rajta marad, nem mosódik le, vagy fog rá, vagy hogy mondom, nem tudom. Mindjárt itt ilyen kis papír fecnin kipróbáljuk, hogy milyen színűek. Van egy ilyen arany, vagy bronz. Hát, fura, egy kicsit olyan színjátszós a hegye, látjátok? Ez pedig ezüst. Így néznek ki. Hát az a bronz az nem annyira bronz, inkább ilyen zöldes szürke, az pedig, a másik pedig ugye az ezüst. Majd meglátjuk. Igazából ilyen díszítés, vagy ilyen, hogyha mondjuk a Mikulás ír levelet a gyereknek, tudjátok, akkor szoktam ilyen arany, vagy hasonló jellegű ilyen tollakkal írni, és akkor olyan kis másabb azért. Na. Jó. Van-e még itt valami, vagy ezek már mind pólók? Hát, úgy néz ki. Jó, hát akkor nézzük az elsőt. Ez egy edzős, kimondottan edzős póló lenne. Uh-huh. Ilyen szürke. És van neki egy ilyen... Jaj, bocsánat, csak merül a telefonom, és közben jelzi. Van benne egy ilyen hálós rész. És szerintem tök jó lesz a méret, és akkor ilyen kis kerekített az alja, hogy így oldalt egy kicsit úgy fölível, de fel fogom őket próbálni, és meg fogom nektek mutatni. Oké? Okay? Majd valahova ki teszem a videót róla. Következő szintén egy júj, de jó anyaga van. Júj, halljátok, ennek nagyon jó anyaga van, ennek a jó kis pamutos anyaga van. Ezt is edzéshez vettem. Igazából. Ez egy kicsit hosszabb, és ez tök jó amúgy, nem baj egyáltalán, hogy így hosszabb, mert hát, hogyha kicsit ott takarja hátsó részt, akkor nem gond az. Inkább az szokott a bajom lenni, hogy rövid. Azt, hogy hosszú, az nem annyira. Úgyhogy ezt, amit még úgy gondoltam, hogy oda jó lesz. Mondjuk ez jó vastag, de nagyon-nagyon jó anyaga van. Nagyon jó, olyan pamutos anyaga van.
szép az eldolgozása. Ez egy L-es méret amúgy, itt az van benne. Nagyon kis szép szerintem. És akkor hát nem tudom, hogy van-e még edzős. Ez már szerintem nem az egyik. Egyik sem, de mindjárt megnézzük, mert most így... nem tudom. Ez mi? Ez melyik? Jézus Mária! Hú! Na ez az a típusú póló, amit nem fogok szeretni, ennek ilyen szél hossza egy. Tehát... hú! Mindjárt mutatom. Ez ilyen. Tehát ilyen... nem hosszú egyáltalán. Mondjuk annyira nem is rövid, de hogy annyira... széles szerintem. Fú, ez szerintem nem lesz jó. Maxian oversize. Majd felpróbálom, aztán majd eldől, hogy mi lesz vele. Amúgy ez milyen méret? Nincs beleírva. Sehova sincs. Oda sincs. Mi van egyébként ráírva? Positive mind, vibes and life. Jó, hát ez oké. Okay. Felirat az oké. Okay. Na, még egy póló. Jaj, de jó anyaga van ennek is, úristen. Igen, és ez is egy ilyen sportos, tunikás, tehát mondjuk így itthonra is, hogyha egy ilyen kicsit hosszítottabbat akarok ugye fölvenni, nem egy ilyen, hogy mondjam, elmenős, egy ilyen, nem egy ilyen elegáns, vagy mit tudom én, tehát nem egy olyan fajta, meg nem strasszos, meg nem tudom, hanem mondjuk egy tök jó ilyen fölkapkodós, és hát ez el van cseszerintve a hátulja, mert a minta így is látszik szerintem a videón, egy kicsit el van ferdülve, úgyhogy hát ez nem a legjobb. Miért nyomom meg így a B betűt? Most nem tudom, én tiszta gyögyö vagyok. Szóljatok már rám. Szóval ilyen, elől van egy kis pálmafa, hát ez ilyen nyárára, de annyira jó anyaga van, komolyan mondom, hogy hihetetlen. És akkor van még egy, ami szintén ilyen drap. Szóljatok már rám, szóljatok már rám, egy idióta vagyok. Miért csinálok ilyen hülyességeket? Nem tudom. Fú, de hülye vagyok, úristen. És ez ugyanaz, csak ezen egy ilyen logó van. Ez egy leggingszel, vagy egy rövid nadrággal. Szerintem tök jó. Szerintem tök jó. Úgyhogy ezeket vettem, de akár edzősnek is egyébként ezt mondjuk én el tudnám képzelni, mi van erre ráírva. There's... Jujjujjujjujj. No crying in baseball. Akkor egy kicsit ilyen sportos jellegű. Na, ennyi volt. Gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5 darab póló. Egy sapka a kisfiamnak. A ceruzák, vagy mik ezek, filc tollak, illetve ez a nyomorék doboz. Fú, de utálom. Majd kitalálok valamit, hogy mit teszek bele. Az ilyenek kikészítenek. De az meg még jobban, hogyha én cseszerintettem el, majd megnézem, aztán kiteszem nektek, hogy én voltam-e aludas, vagy nem. Nem? Na megint nem? Fú. Fú. Nem szeretem ezt most magamban, nem tudom, miért csinálom ezt. Úgyhogy így van, ennyit akartam nektek megmutatni, itt a csomagomat, amit most kaptam. Hát, ha jól tudom, nincsen most úton már más csomagom, Temus, de biztos, hogy lesz hamarosan, mert most megint van, amit kinéztem. Többen javasoltátok, hogy nézzem meg a kanapéra való húzatot a Temun, vagy Shine On, vagy Sheen, vagy hogy ki hogy mondja. És én néztem már régebben, de nem találtam valami túl olcsónak. Aztán valamelyik nap nekiültem, kiszámolgattam, nézegettem, osztottam, szoroztam, és kb. Egy 5000 forint. Nem 5. Várjátok, hogy is volt? 15. Igen, mert 2x5, meg 1x4000 valamennyi volt a húzat. Tehát 15 000 forint volna.
a húzat. Nem tudom, még nézelődök, gondolkodom, hogy érdemes-e megvenni-e vagy sem. Azok egy ilyen vastagabb anyagból készültek, mert ez, amit a Sinsay-ről rendeltem, emlékeztek talán a Sinsay-s videómban, mutattam ezeket a kis fehér plédeket. Jó, de amúgy nem jó. Tehát olyan szinten átlátszó, olyan szinten vékonyon, kis gaggyantott, két hete, három hete van fönn talán már, olyan, mintha a felülete tiszta, ilyen kis gombócos lenne, meg szóval, hát nem egy jó vásár volt. Annak ellenére majdnem 4000 forint volt ez is, a három darab pléd. De ez nem lett egy jó megoldás, úgyhogy muszáj leszek valami más megoldás után kajtatni. És akkor nézegettem a Temun, de még nézegetem, mert abból a 15-ből még jó lenne faragni. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek. Puszi nektek! Sziasztok!